200 éve született Arany János, ebből az alkalomból a Petőfi Irodalmi Múzeum mozgókiállítást szervezett. Az Arany János busz szerda reggel parkolt le a sportcsarnok előtt a Teleki Blanka Általános Iskola meghívására. Az Arany János busz a Teleki Blanka Általános Iskola meghívására érkezett a városba. Tudtunk arról a kezdeményezésről, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumnak van ez a vándorkiállítása, és úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk, hát ha eljönnének Füzesabonyba is, és pozitív visszajelzést kaptunk a telefonos érdeklődésre. Első körben tavasszal szerettük volna őket vendégül látni, de vagy két hete szóltak, hogy ez a mai nap megüresedett, és így megragadtuk az alkalmat. A költő születésének 200. évfordulója alkalmából 2017-et Arany emlékévé nyilvánította a kormány. Ennek a programsorozatnak a része a busz is, ami már eljutott határon inneni és határon túli településekre is. Ez a utazó kiállítás eddig most már nem tudom, 3-4 ezer kilométert utazott, és ez még folytatódik majd egy évig, attól függ, hogy meddig lesz pénz és kedv, hogy hívjanak bennünket. Elég sokan hívtak, tehát kedvben nincs hiány, tehát kisebb-nagyobb településekkel, határon túlra, Felvidékre, Erdélybe, sőt most voltak Horvátországban. Oda is elmegyünk, és nem csak a diákok, bárki megtekintheti, tehát aki erre jár, az is feljöhet, mindenki kap buszjegyet, autentikus toldi dizájnú buszjegyet, ugyanis a kiállításnak nem csak a belseje, hanem a külseje is maga egy kiállítás, a toldi történetet, ezt a középkori kalandregét megfestették művészek, úgyhogy ezzel van telematricázva. A busz eléggé feltűnő, sokan utánunk is néznek, de hát ez a lényeg, hogy felkeltsük az érdeklődést, és arra sarkaljuk a látogatókat, és főleg a tanuló ifjúságot, hogy jobban mélyedjenek el Arany Jánosba, mert azért, aki elvégzi a általános iskolát Budapesten, vagy bárhol az országban, vagy határon túl is, azért Arany János nevével előbb-utóbb találkozik, de ez pont úgy van összeállítva kiállítás, hogy kisebbeknek, nagyobbaknak különböző fokú elmélyülést tesz lehetővé. Ön éppen egy középkori lovagi sisakot visel, miért? Hát ez is a toldi sztorihoz csatlakozik, tehát a finálé a toldinak a budai látogatása és a gazcseh magyar falu latorral megejtett bajvívása közben, hát ezek az alapvető egészség védelmi eszközök elengedhetetlenek, úgyhogy a munkavédelemre is sokat adunk. Egyébként másfelől meg a gyerekek imádják, tehát fölveszik, csereberélik, és ha szerencsésebbek is van náluk mobiltelefon, akkor úgy Z-generáció módra még le is fényképezik egymást, ez mehet az iskola honlapjára, vagy akárhová, tehát igyekszünk mindenféleképpen, minden módon megragadni a figyelmet. Egyébként maguk a sisakok egy ládában találhatók, ez Arany János gyermekkori diákládájának a másolata. Tehát valaki megnézheti, hogy milyen az, amikor nem gurulós bőröndel utaztak, hanem kellett cipelni ezt a nehéz alkotmányt. A tárlatot úgy tervezték meg, hogy lekösse az interneten felnőtt generáció tagjait is. Ez a kiállítás pont erre nagyon jó példa, hogy mindenféle korosztály megtalálhatja benne a neki tetsző és a hozzáillő megoldásokat, hogy hogyan tud közelebb kerülni Arany Jánoshoz. A legifjabbaktól a legidősebbekig vannak különféle foglalkozások, amiket itt a Arany János 200 busz után, megnézése, megtekintése után tudunk velük játszani, tehát egészen apró gyerekektől kezdve egészen idősekig mindenféle játékokat tudunk játszani. A busznak a hátsó részében, az utolsó üléseknél van két monitor, az egyiken szókincsjáték van, ami szintén minden korosztálynak érdekes lehet, hogy milyen szavakat használt Arany János a különféle műveiben, és azok mit jelentenek. És a másik monitoron pedig különféle zenéket, különféle filmeket, klippeket, interjúkat lehet meghallgatni és megnézni. Fölvesznek egy fülhallgatót a kiállítás megtekintői, beülnek, és akkor ők választhatják ki, hogy mit szeretnének hallani. Tehát például különféle rap feldolgozások vannak, a Velszibárdok, a Toldi,
különféle művek. A tetemre hívás van megfilmesítve, az is fiatal színészekkel, és ismert színészek is játszanak benne. A tárlatvezető szerint a gyerekek nyitottak a buszban található látnivalókra. Az óvodásokat is le lehet kötni ezekkel a manuális fa, táblás, forgathatós játékokkal. A fiatalok is, az alsósok persze megint csak ezeket az érintőképernyős interaktív dolgokat szeretik a kiállításon. És ha már elérnek a busz hátsó részébe, a hátsó ülésekhez, ahova le lehet telepedni, és lehet zenét hallgatni, filmet nézni, meg interjúkat hallgatni, akkor onnan már eléggé nehezen jönnek ki. Tehát oda szokott már jönni a kísérő, vagy a tanítónéni, vagy a tanár, és onnan már elég nehezen tudja ki paterolni őket, mert az már nagyon leköti őket. Mit mondanak a gyerekek, akik végignézték ezt a kiállítást, milyen élményekkel távoznak? Nagyon tetszik nekik, hát főleg azért, mert ugye nagyon sok interaktív módon került kiállításra, nagyon sok vers, Arany János élete is. Én úgy gondolom, hogy a 7-es, 8-os korosztálynak igazán érdekes, meg az idősebbeknek, gimnazistáknak, hiszen ők már Arany Jánossal foglalkoztak, nagyon sok versét ismerik, különösen ugye a Toldit, és a 7-es évfolyam pedig pontosan pénteken Nagyszalontán is meglátogathat az aranyrelikviákat, úgyhogy őnek különösen testhez álló ez a kiállítás.